Sándor, magyar ének. Mint egykor Erdély meghajtott határán, a fölriasztott utolsó bölény, úgy állsz most népem oly riadtan árván, húz vadonának reszkető ölény. És én, mint véred lüktető zenéje, ahogy most lázas ajkadon liheg, a hang vagyok, mely belesír az éjbe, a sorsod gyászát így zendik ki meg. Két szemem szégyen, homlokom gyalázat, s a szívem, ó jaj, színik fájdalom. Mivé tettétek az én szép hazámat? Hová süllyedtél pusztuló fajom? Fetfengsz a sárban népek nyomorultja, rúd becstelenség magad és neved. Én mit tegyek már? Romjaimra hullva lehajtom én is árva fejem. Tisztelt megemlékezők! Még frissek az emlékezés virágai, melyet vasárnap helyeztünk el a hősök emlékműveinél. Akkor néhány percig a nemzet nagyjait idéztünk magunk elé, azokra az emberekre gondoltunk, akik az első és a második világháború idején az életüket vették a haza oltárára. Ma ismét forgassuk vissza a történelem kerekét, az első világháborút követő időkre. A fegyverek elcsitultak. A háborút lezáró feltételeket a magyarok részvétele nélkül határozták meg a párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjéről döntöttek. Gróf Apponyi Albert 1920. januárjában mondott Magyarország érdekében védőbeszédet, melyben többek között bírálta a békefeltételek szigorúságát. Ez a beszéd azonban nem hozott változást, a békefeltételek az év májusában átadásra kerültek a magyar delegáció számára. A delegáció azokat elolvasva lemondott. A diktátumot ezután Benárd Ákos, népjóléti és munkaügyi miniszter, és Dráse Lázár Alfréd, rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter látta el kézjegyével. Tiltakozása jeléül Benárd Ágost a dokumentumot állva írta alá. Az aláírás eredetileg kitűzött időpontjában 1920. június 4-én 10 órakor Magyarországon megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, 10 percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek, a nemzeti zászlót mindenütt szélárgót fejlesztették. Gyászolták az állam területének elveszített kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-át, és azt a 3,2 millió magyart, akik az új határokon túlra kerültek. Németh László azt mondta, Trianon után a nagy gond nem a póznák voltak, hanem a magyarok, nem az ország, hanem a nép. A trianoni békediktátum máig meghatározza Magyarország és a környező államok határait, de amíg a magyarság egészében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, a nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, addig ez a nemzet együtt erősödik. Ma, amikor itt állunk egymás mellett, megkérdezhetjük, ki is a magyar? Aki itt-e hazában született,
dolgos, felnőtt emberként itt nevelt gyermeket, itt e földbe temették el, vagy aki az anyaországtól távol, lelkében féltön őrzi anyanyelvünket, a magyar hagyományokat, netán aki fennhangon hirdeti, hogy magyar. A választ így és Gyula szavaival adom meg. Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Hogy kit tartsunk igazán magyarnak, nem könnyű vizsga ez. Itt a lelket kell kitenni, fogalmazta meg az író. Tisztelt emlékező letenyeiek! A közelmúltban a magyar kormány törvényben adott magyar állampolgárságot az akkor 90 éve tőlük elszakított magyarságnak, és törvényt alkotott a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről, és az országházában megemlékeznek történelmi tragikus napjáról, 1920. június 4-éről. A mai napon éppen 100 éve, hogy összetart bennünket a trianoni békediktátum okozta fájdalom. Merítsünk erőt múltunk elszomorító napjaiból, de tegyük ezt csendesen. A történelem viharait átélve jól tudjuk, hogy az igazi erő nem a legfelső hangból jön, hanem belső lényünkből fakad. Ez a mai nap nem csak attól más a többitől, hogy pontosan 100 éve 16 óra 27 perckor szakították el tőlünk országunk egyes részeit, hanem attól is, hogy itt, ma a nemzeti lobogóink mellett emlékezünk. A piros, fehér, zöld színű zászló, amely az együvé tartozás, az egy közösség összetartó erejének szimbóluma, mindannyiunké, kinek szíve magyarként dobban, éljen ő egy gyönyörű kis hazában, vagy a világ bármely részén. Ezek a zászlók jelképezzék azt is, hogy megőriztük szívünkben a nagy Magyarországot, valamint azt is, hogy képesek vagyunk mi magyarok közösen együtt csodákat alkotni. Azt remélem, hogy itt mindannyian, s azok is, akik most nincsenek velünk, szívünk minden melegével, s a jövőbe vetett hittel megfogalmazhatjuk, hogy mi magyarok határon innen és túl ezer szállal kötődünk egymáshoz, egy vérből valók vagyunk, és összetartozunk. Magyarnak születtem. Ünnepnapon szőtted számomra e sorsot népek istene. Taníts meg én, Uram, milyennek kell lennem, hogy igazabb, hívebb, jobb magyar legyek. Sajó Sándor idézetével köszönöm meg megtisztelő figyelmüket. Isten áldja meg önöket, Isten áldjon mindannyiunkat. Imádkozzunk hazánkért. Istenünk, a te meghívásod tudata mindig reménységet ad nekünk. Ezért a legnehezebb helyzetekben is tudunk hinni abban, hogy te, a leghatalmasabb Úr, aki küldetést adtál nemzetünknek, erőt is adsz küzdelmeinkhez. Adj nekünk pártfogásodban vetett bizalmat, hogy ebből az erőforrásból naponként és korszakonként megújult erővel legyünk képesek önzetlenül cselekedni népünkért akaratod szerint. Az idejében különösen is előtérbe került az itt felállított trianoni keresztnek a története és az üzenete. Jusson eszünkbe, hogy imádságra indít bennünket mindig hazánkért. A mi emlékezésünk a trianoni tragédiára legyenek az imádságnak a szavai. És amikor itt a templomunk mellett elhaladunk, akkor jusson eszünkbe az is, hogy minden a világon azt várja tőlünk, hogy életet szolgáló, igaz emberek legyünk azon a hazán, ahol élünk, azon a földön,
ahová a Jóisten helyezett bennünket. Most pedig tisztelettel kérem Fehér Istvánt és édesanyját, hogy az elszakított területeken élő magyarság nevében helyezzék el a koszorút a trianoni emlékkereszt előtt. Nagy Magyarországot ábrázoló emlékkőnél tudjuk elhelyezni mécseseinket. A harangszó mellett az is hozzátartozott, hogy mindnyájan egy szívvel, lélekkel imádkozzuk el azt az imádságot, amelyre mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rossz.